Ebben a kísérletben a hasonló-hasonlóban elvet fogjuk vizsgálni. Megnézzük azt, hogy benzin, víz, aceton és jódkristály együttesen hogy viselkednek egymással. Először benzint öntök a kémcsőbe. Majd erre desztillált vizet rétegezek. Jól összerázom. És látszik azt, hogy két fázis jelenik meg, ami annak köszönhető, hogy a benzin a vízben nem oldódik. Ez azért van, mert a benzin az apoláris, oldószer, a víz pedig poláris oldószer, a benzin a felső fázis, a víz pedig az alsó fázis, ennek az az oka, hogy a benzin sűrűsége az könnyebb, mint a víz sűrűsége. Következő lépésként acetont fogok hozzáadni a kémcsőhöz. Összerázom. És látszik azt, hogy továbbra is két fázisunk van jelen. Ez azért van, mert az aceton az oldódik benzinben is, és oldódik vízben is. Majd utolsó lépésként jódkristályt fogok hozzáadni kémcső tartalmához. Elszíneződést tapasztalunk. Alapból azt tapasztalnánk, hogy az oxigén tartalmú szeres vegyületekhez, ha jódkristályt adagolunk, akkor barna szín jelenik meg, ha nem oxigén tartalmú szeres vegyülethez adagolunk jódot, akkor lila színnek kellene jeleznie a reakciót. Itt ugye azt látjuk, hogy a felső fázisban van ugye benzin és aceton, az alsó fázisban víz és aceton, ennek köszönhető ez a úgynevezett színtorzulás.